17. alkalommal rendezték meg a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének találkozóját, melynek a Többsincs óvoda adott otthont Turán első alkalommal 2015. április 24-én. A rendezvény második napját Gödöllőn az Egyetem téri óvodában tartották. Az Egyesület a néphagyományőrzés iránti elkötelezett szeretet jegyében alakult meg, és fő célkitűzése, hogy az óvodáskorú gyermekek is megismerhessék a nemzetet éltető hagyományokat, és játékos formában építhessék bele mindennapi életükbe ezeket a megkerülhetetlen értékeket. Nem is ülök a bánatos hajón. A fórumot Fausz Dezsőné, Brunswick Teréz díjas óvodapedagógus nyitotta meg, majd felkérte az előző év házigazdáit, a Győr-Mén főcsanakról érkező pedagógus testület meghívott tagjait, hogy adják át a vándortarisznyát Szilágyi Józsefné mesterpedagógusnak, a Többsincs óvoda vezetőjének. A szakmai előadásoknak helyet adó Demény étteremben Szendrei Ferenc Turaváros polgármestere mondta a megnyitó beszédet. Köszöntőjében kiemelte a határokon átívelő kapcsolatok fontosságát, és a hagyományőrzés jelentőségére is felhívta a figyelmet. Tisztelettel és szerettel köszöntöm Önöket Turavárosában. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Külön kiemelt tiszteletemmel és nagy rebesülésemmel köszöntöm a határainkon túlról, jelenlegi határainkon túlról érkezett óvodapedagógusokat, egyesületi tagokat. Én kérem, hogy érezzük úgy, hogy a Kárpát-medencét képviseljük ma itt, tehát lélekben köztünk vannak a kárpátalja óvónői, óvodapedagógusai, a fölvidék óvodapedagógusai, illetve az elszakított nyugati országrész óvodapedagógusai is. Mindannyian, akik a Kárpát-medencében magyarnak vallják magukat. Én azt kérem Önöktől, hogy a két nap folyamán a Galgamente népművészetét, hagyományait nyitott füllel, nyitott lélekkel ismerjék meg, és vigyék jó hírünket szűkebb környezetükbe, otthonukba. Beszéde végén külön megköszönte a turai óvodapedagógus testület fáradtságos munkáját és azt a szakmai elhivatottságot, amivel a Többsincs óvoda felkészült az előttük álló rendezvényre. A fórum díszvendége, Szekeres Erzsébet iparművész is köszöntötte a vendégeket, aki szenvedélyesen mesélt arról, mi mindent adott neki Tura és a Galgamenti térség. 1969-ben, jó régen, ebből már sejtik, hogy körülbelül a korom merre felé halad, a 80 felé. A járási hivatalnak voltam a dolgozója, a mezőgazdasági osztályon, és felkértek arra, hogy az első Galgamenti Fesztiválnak a rendezésében vegyek részt. Őszintén megmondom, hogy ez nagyon-nagyon meglepett, de jött egy bátor ember a művelődési osztályról, akit úgy hívtak, hogy Sára Ferenc. Ő a népművészet mestere volt, és Béres Jánosnak volt a tanítványa. Magyarország első furujása, és gyönyörűen tudott játszani azon az egyszerű hangszeren. És én hálát adok a Jóistennek, hogy akkor engem ide Turára vezényelt, és elküldött, mert egy olyan csodában lett részem, hogy megismerhettem a 27 településnek, a 27 járási településnek a népviseletét, a népszokásait és a tárgyi emlékeit. Én annyit mondok Önöknek, hogy a múltat ismerni kell, mert aki a múltat nem ismeri, a jelenét nem érti, de a jövőjét nem tudja felépíteni. Úgyhogy nagyon szépen kérem mindenkit, hogy ez a hármas egység, ez lebegjen a szemük előtt, és én amerre megyek, mindenütt ezt elmondom, mert úgy érzem, hogy ez szükséges.
A Töpsincs óvoda szerető, óvó környezetében, a minden gyermeket megillető személyes bánásmóddal, a gyermeki játékon és a mese csodavilágán keresztül sokszínű, alkotó tevékenység kipróbálásával terelgetik a kicsiket a pedagógusok. Szilágyi Józsefné, az intézmény vezetője beszélt erről az egybegyülteknek. A néphagyományok tisztelete, átadása nem egyetlen napra, nem egyetlen órára, nem egyetlen ünnepre, nem egyetlen alkalomra korlátozódik, hanem az életünk része. Úgy, ahogy énekelünk is, mondókázunk is, versenünk is, mesélünk is. A kisgyerek nem tudja, hogy most éppen matematikát tanul, vagy néphagyományt tisztel, ápol. Azt szeretjük, úgy közvetítjük, hogy az beívódjon a lelkébe, megérintse. Egy szülő egyszer kritikaként fogalmazta meg, és ezt most elmondom, mert számomra ez a legnagyobb dicséret az óvoda felé. Nem is tudja a kislányom, hogy mi az a néphagyományőrzés, és néphagyományőrző óvodába jár. És mondtam neki, hogy én akkor nagyon boldog vagyok, mert ez a kisgyerek játszik. Játszik akkor is, amikor homokozik, amikor várat épít, amikor színez. Játszik akkor is, amikor az óvodik beviszi a cseresznyágat, és megkérdezi tőle, hogy most ezt miért hoztad be. Játszik akkor is, amikor szövi a szőnyeget. Játszik akkor is, mert ő választhatja. Az óvodnéni felajánlja, tudja, hogy mi az, amit fel kell a kisgyereknek ajánlani, és ez nagyon lényeges. Hogy tudjuk-e, hogy mit kell a kisgyereknek felajánlani, hogy hitelesen tudjuk-e azt közvetíteni, hogy az értékes-e, és a kisgyerek nem tud azzal nem játszani. Megérinti a lelkét, és joggal remélhetjük, gondolhatjuk azt, hogy majd később, amikor iskolás lesz, felnőtt lesz, elkerül egy olyan környezetbe, azt tudja mondani, hogy ezt az éneket az óvónénivel énekeltem, hát ilyet az óvodába is csináljuk. Ja, hogy ez a néphagyomány. Igen. Hintalan László, zenetanár és néprajzkutató hosszú évek óta járja az óvodákat, találkozik a gyermekekkel, és kutatja azt a csodát, ami a mesék szárnyán a határtalan képzelet erejével varázsolja el a kicsiket. Előadásában a tudatos nevelés fontosságát, a szülők és a pedagógusok felelősségét hangsúlyozta. Rajzol a gyerek egy házat, és mellé egy kétszer akkora anyukát. Ebben az egy példában meg lehet fogni, amiről van szó itt végig ma. Jó ez a rajz, megdicsérjük a gyereket, vagy nem? Kétféle szemlélet van ugyanis. A reneszánsztól az a szemlélet, hogy azt rajzoljuk le, amit látunk. A lányunkat az óvónéni jó szándékkal kivitte a kertbe, és elmondta neki, látod kislányom, vagy kislányok, van vastag fa és vékony fa. Utána képtelen volt fát rajzolni, előtte gyönyörű fákat rajzolt. Mi a logikája az előbbinek, hogy a gyermek nem azt rajzolja, amit lát, hanem azt, amit érez. Érthető a logikai különbség? Az anyukát szeretem, ezért a nagy, a ház meg ház. Na most ezen múlik a szülő, a nagymama és nem tudom kinek a nevelése, hogy ismerjük-e, hogy a gyerek mit, miért csinál, mert ha nem, akkor gyakorlatilag pusztítom a saját gyerekemet jó szándékkal. Tehát a szívem szerinti értéket rajzolom attól nagy a nagy, és nem attól, mert a valóságban. Ennyit kellett tudni, és utána mi történik? A gyermekekből ömlik ki az érték. Föl kell reggel és 15-öt rajzol még reggeli előtt. Miért? Mert annak örültem, ami valóban érték. Ez a titok. Nem lehet mindennek örülni, és nem mindegy, minek örülök. És abban a pillanatban, hogy a gyermek azt a örömet kapja meg, ami születésével hozott örök egyetemes értékek, akkor repül. Ez az egyetlen tananyag. Ezt szeretném továbbítani. A délelőtti előadással párhuzamosan a résztvevők egy részét az óvoda épületében várták, ahol a kicsik és pedagógusaik hét helyszínen a csoportszobától az udvarig kézműves foglalkozások és játékok bemutatásával igyekeztek megmutatni, hogyan is lehet egészen fiatal korban elmerülni a néphagyományok világában és ápolni azt.
tudott anyám érte, annak, aki megtalálja, csókot adok érte. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni, szabad az én galambomnak egy pár csókot adni. Hogyha jönnek, lesznek, hogyha hoznak, esznek. Gyerekekkel előzőleg ellátogattunk Terka nénihez. Ott megnézhettük a trukkolás minden tudományát, kipróbálhatták a gyerekek is a trukkolást, és itt ennek az ovis változata ez a szörnyomra, és itt most ezt próbáltuk ki. Hol használták ezt, mire? Hímzésre. Terka néni kitrukkolta a terítőket, kendőket, és azokat ki lehetett hímezni, amint itt látható is a csoportban is hímzett terítők, kendők, függöny, bármi ilyen textíliákra, és azzal lakásdíszeket és egyéb ilyen dolgokat tudtak használni. Mennyire könnyen tudják a gyerekek ezt elsajátítani? Hát pillanatok alatt. Nagyon nyitottak, nagyon érdeklődőek a gyerekek. Az igazi trukkolást is pillanatok alatt nagy kedve próbálták ki, és itt az óvodában a motivumok megnevezésével, a minták kialakításával mi is úgy csináltunk, mintha trukkoltuk volna, ennek az ovis változata ez a szögnyomda. Nem nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra. Megint? Azt a mindenit. Mi kézműves tevékenységeket mutattunk a gyerekeknek, megismerkedhettek a kukoricafosztással, elmondtuk nekik, beszélgettünk velük, hogy ezt régen hogy is művelték. Utána lehetett rongybabákat készíteni, csutkababákat készítettek, nagy örömmel rongylabdákat. Akkor mellette még plusz egy tevékenység volt a kukoricamorzsolás, az is nagy kedvelt tevékenység, úgyhogy ezt a napjainkban is szoktuk használni. Úgy veszem észre, hogy itt az óvodában mutatjuk meg a többségének ezeket a hagyományokkal kapcsolatos dolgokat, és itt ismerkednek meg velük, otthonról nem igazán hallják. De azért úgy mondhatom azt, hogy már egyre több szülő mesél otthon a gyerekeknek is a néphagyományokról. A látogatók az óvoda életét és emlékeit bemutató fotókiállítást is megtekintették, ahol az óvónénik és a gyermekek által készített népművészeti alkotásokkal is találkozhattak. Erről Szilágyi Józsefné is mesélt nekünk. Az esemény része volt, hogy megmutassuk az óvoda életéből azokat a munkákat, gyerekmunkákat, óvónénik munkáit, amiket évek alatt készítettünk. Ezeket úgy próbáltuk rendezni, hogy ünnepkörök köré, tavasz, nyár, ősz, tél, a tavaszi ünnepek, nyári ünnepek, őszi-téli ünnepek köré, és ide válogattunk a gyerekek munkáiból is, óvónénik munkáiból is. Ehhez készítettünk különböző tablókat, szintén próbáltuk a rendezési elvet követni, amit az asztalon a munkáknál. Megmutattuk azokat a legszebb eseményeinket, a gyerekek hogyan készítették ezeket a gyerekmunkákat, amiket az asztalon már bemutattunk, a nagy ünnepeinket, a születi bált, a kislagzit, amit már nagyon sokan ismernek a környezetünkben. És találtunk még olyan fotókat is, ami számunkra nagyon kedves volt, az első turai kislagzi, amit megrendeztek az óvodában 1976-ban, fellelhető volt még képekben, azt is bemutattuk. Bemutattunk olyan dolgokat is, amik a nagyobb ünnepeinkhez kapcsolódnak, a Betlehemet, amivel az óvónénik eljátsszák a gyerekeknek a betlehemes játékot. A meghívottak bőséges, ízletes ünnepi ebédet fogyaszthattak el. Az értékes és tanulságos fórum az ebéd elfogyasztása után folytatódott dr. Verebély Kincső előadásával. A néprajz és a kulturális antropológia doktora az ünnepek jelentőségéről beszélt, illetve kiemelte, mennyire fontosak a hagyományok a mindennapokban is.
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a mai világban a népszokásaink szinte csak jelesebb napokon jutnak komoly szerephez, a hétköznapok világában mára eleltünedeztek. Ezek felelevenítése és ápolása kiemelt fontosságú. Nem csak az ünnepek azok, amelyek a hagyomány fogalmába beletartoznak. Hajlamosak vagyunk arra évtizedek, sőt, ugye, amióta a néprajzi kutatás elindult, a néphagyományból, a régi falusi paraszti életből csak azokat a mozzanatokat megjegyezni, előadni, hagyományápolás címén megtanulni és feleleveníteni, amelyek ünnepiek, látványosak, szépek. A hétköznapok tulajdonképpen ugyanúgy a fejlődtek, alakultak, tehát ugyanúgy a hagyomány részét képezik, mint az ünnepek. Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökség díjas énekművész a turai népdalok szokásvilágába engedett betekintést. Emelkedett hangulatú előadását megelőzve egy népdallal köszöntötte a vendégeket. Az Isten éltessen minket még sokára, ne legyen lelkünknek soha semmi kára. Nyíljon meg előttünk a mennyei kilincs, ne legyen elrejtve ez az elrejtett kincs. Kallósz Zoltán, erdélyi magyar népzenekutató, aki a galgamenti folklórnak is értője és tisztelője így vall. Ha van egy anyanyelvünk, kéne legyen egy zenei anyanyelvünk, és kéne legyen magyar mozgáskultúránk. Nem véletlen az, hogy Kodályék már az óvodában kezdik a zenei nevelést. A mester, akire Zoli bácsi hivatkozott, számos örökérvényű bölcsessége mellett ezt írt a népdalainkról. A magyar népdalok és gyermekdalok olyan útravalót adnak gyermekeinknek, mely egész életükben melegíti lelkük egy csücskét. Unger Balázs a cimbalom nagymestere, népzenetanár, tura zenei hagyományairól beszélt az egybegyűlteknek, majd virtuóz hangszeres játékával varázsolt el a vendégeket az előadások záróakkordjaként. Nálunk már alapvetően, akár az óvodás foglalkozások keretein belül, fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek együtt muzsikáljanak, tehát hogy együtt játszanak. Amíg mondjuk klasszikus zenében legalább 5-6 év hangszeres tudásnak kell lenni ahhoz, hogy összeálljon egy kamarazenekar. Nálunk rögtön, amikor már a süsfel napot el tudják játszani hegedűn, ami két hangból áll, akkor azt már együtt játsszuk. Oda kell figyelni a másikra, és ezért a gyerekek, azok a gyerekek, akik zenére járnak, sokkal könnyebben szocializálódnak, sokkal könnyebben tudnak majd tanulni a későbbiekben. A zene egy olyan dolog, hogy a zenében nem tudunk hazudni. Tehát ott nem lehet olyan, hogy puskát írok, vagy valamit elkummantok. Nem lehet. Ott, ha az ember megtanulja, akkor az megvan. Ha nem tanulja, meg nincs. Úgyhogy ezáltal a gyerekek tanulni is megtanulnak a zene által. Úgyhogy ezért is tartom nagyon fontosnak az óvodáskorban elkezdett oktatást, hogy azok a gyerekek, akár vannak olyan tanítványok, akik viselkedés problémásak, hiperaktívak, de nagyon soknál javulást mutat a tendencia a zene által. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyünk bátrak és próbáljunk belevágni. Mindezek után kezdetét vette a vásári forgatag az óvoda udvarán, ahol a meghívottak közelebbről is szemügyre vehették túra népi és kulturális kincseit, valamint megismerhették a kézműves alkotások készítésének mikéntjét is. A forgatag hangulatát a Tarsoly zenekar színesítette, akik népdalokkal szórakoztatták a résztvevőket. Csak az fáj, hogy más lenne, mint téged.
Öltésformákról és hímzés típusokról kérdeztük Szilágyi Tibornét, a Gyémántó csoport óvónéniét. Mit lehet itt megtanulni, és milyen öltéstípusokat használnak? Hát a lapos öltés, száröltés és a lyukhímzés. A lapos öltésnél az a lényeg a turaiba, hogy mindig sréjen öltjük a lapos öltést. Úgyhogy bármilyen minta, szirom, levél vagy virágszirom, akkor is sréjen öntjük. Ennyi a titka. Pici óvodás gyerekek, meg tudják-e ezt tanulni, és ha igen, hogyan tanítják meg nekik? Hát konkrétan a turai hímzést nem tudjuk nekik tanítani, mert ez fölnőttnek is, ha itt tovább nézitek, fölnőttnek is nagyon nehéz. Viszont varni, a mindennapjainkba varrunk, csak spontán is, de anyák napi lepetést, akkor karácsonyi lepetésbe, bármibe a varrás benne van, de konkrétan ez a turai motívumok veszik őket körül. Minden csoportban ilyen terítőink vannak, ilyen a csoportnak a díszeit, hogyha körbejártátok az óvodát, nagyon sok helyen megjelennek, és mire akkorák lesznek, hogy ők maguk is tudnak ilyet készíteni, akkor már a óhajuk is az, hogy tudjanak ilyet készíteni. Nagyon megszeretik. Szerintem ezzel nőnek föl, és ez a övéké lesz. Bozó Györgyné azon utolsó népi mesterek közé tartozik, aki a trukkolás, azaz a kézi munka előnyomás művelője. Az angyamtól tanultam a turai hímzéseket, a lukhímzés, a csupafehér az eredeti, mások nyertem, első díjat, másodikat, van vagy 50 oklevelem, emléklapom, minden. Meg 30 évig a Hadipari Szövetkezetbe vártam hímzést. Előfordul olyan, hogy egy szülő megkeresi önt, hogy a kisgyerekének ezt tanítsa ön meg? Ma a fiataloknak nincsen türelmük. És el szokott látogatni ide az óvodába, turára, hogy itt a gyerekeknek megmutassa? Inkább a gyerekek gyűnnek oda. Óvónénikkel kirándulni, azt akkor nyomdáznak. Úgy mondják, hogy nyomda. Ezeket a nyomdákat ki készíti el, és miből készül? Ez Turgé Mihályné, az angyam készítette, az is népművészet mestere volt. Ez réd lemezből van, és puha fába, ilyen fűzfa vagy valami, abba elvágta a rézlemezt, ott akkor egy kis kalapattal bele ütögette. Mert ez mind külön-külön kell egyenként, nem úgy, mint a kalocait, meg a matyót, hogy sablonnal. Ezt mind egyenként külön-külön rakni. Nyilas Istvánnét a horgolási technikákról kérdeztük, illetve megcsodálhattuk egyedi készítésű gyermekjátékait is. Régen, amikor virágkora volt a horgolásnak, akkor is készítettek ilyet ön szerint? Nem, szerintem nem. Ez most, és nagyon szeretnek a gyerekek játszani, úgyhogy ez a 32 év tapasztalatom, ahogy amikor a kis befőttet nap mint nap ötször kibontották a kis üvegből, és főztek belőle, bármit csináltak vele a kis konyhába, imádták a gyerekek, meg imádják most is, és azért szeretem ezeket csinálni. Milyen díszes dolgokkal készült erre a kis kiállításra itt? Hát elsősorban gyerekjátékok, kis konyhába való sütemények, zöldségek, piacos játékok, hajgumi, karkötő, fülbevaló, kis terítők, nyalóka, kedvenc nyalóka, pólya, ágytakaró, díszdobozok, karácsonyra szívecskék. Hány éve tetszik horgolni? Hát 20 biztosan, úgyhogy az óviba a függönyökbe is nagy részem van, úgyhogy a csipkét nagyon szeretem. Kettes csádás. Kikísérlek, be se csukom az ajtót.
A vendégek két csoportra osztva csodálhatták meg Tura nevezetességeit. Először a Schlossberger kastélyban kísérték őket végig a szervezők, majd a falu múzeumban tettek egy rövid látogatást. Fausz Dezsőné, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének alelnöke mesélt nekünk a kezdetekről és céljaikról. 2000-ben alakultunk Gödöllőn a Néphagyományőrző Óvodai Program alapján, a program szerzői kezdeményezték, és 11 gödöllői óvónő alapította. Az Egyesület célja az, hogy összefogjuk azokat az óvónőket, akik hiszik és vallják, hogy a népi hagyományok átörökítését már az óvodáskorban el kell kezdenünk. El lehet kezdenünk a játékba építve, a gyerek játékon keresztül tanulja meg ezeket a cselekvéssorokat, szokásokat, nem feltétlenül tudja, hogy éppen amit játszik, az melyik napnak a tevékenységköre, de ahogy érik, okosodik, iskolában ismereteket szerez, ez bővül. Amire nagyon büszkék vagyunk, van egy, ez nem egyesületi, de annak a csapatnak, annak a magnak a munkája, hogy néphagyományőrzés az óvodában. Ezt elsőnek egy japán-magyar alapítvány adta ki, mert ők ismerték föl, hogy a hagyományok értékei, és ezt legutoljára a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság adta ki, tehát a világon mindenütt ott van. És én azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy ez a közös meggyőződés egy olyan aprócska magból indult, és így kiteljesedett. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, és büszkék vagyunk, és most a turaiaktól mindenki oda van és vissza, és én azért vagyok örömmel tele, mert én már évek óta szerettem volna megmutatni azt, amit ez a kis csapat csinál, és ez mintaszerű. A Turai Nagyboldogasszony templomban Paja János plébános köszöntését követően Tóth László kántorkarnagy mutatta be a templomot, amit orgona művekkel és közös templomi énekléssel zártak. A templomi eseményeket vacsora követte a Demény étteremben. Engedjétek meg, hogy a Többsincs óvoda és bölcsőde nevében nagyon szépen megköszönjük ezt a szép napot is, hogy meglátogattatok minket, és
Nagyon-nagyon szépen szeretnénk megköszönni mind a Dajka nénik, asszisztensek, konyhás nénik, óvó nénik és a kis bölcsis nénik nevében Julika néninek azt az erőt, amit egész végig adott nekünk kitartásban, biztatásban, hogy végig tudjuk csinálni, és a legjobb tudomás, vagy legjobb tudásunk szerint tudjunk benneteket fogadni, úgyhogy engedjétek meg, hogy igaz, hogy csak ilyen kicsike, micike, de egy másik kis Julika, úgyhogy Julika néni, köszönjük szépen! Véleményemet tudom elmondani, egy nagyon-nagyon boldog napot töltöttünk veletek. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megkaphattuk ezt a lehetőséget, és azt kívánom, hogy mindenkinek része legyen egy ilyen élménybe, és része legyen egy ilyen kollektíva támogatásába, együtt munkálkodásába, együtt gondolkodásába, mint amilyenben nekem van részem. És köszönöm azt a Többsincs szülői csapatot, aki támogat bennünket. Szabad idejükben, éjjel-nappal, bármikor számíthatunk rá. Büszkén mondhatom, hogy Többsincs szülői közösségünk van. Köszönöm a munkájukat! Káposzta, káposzta, szép turai káposzta. A házigazdák vacsorával és a turai hagyományokra jellemző meglepetés játékokkal várták a pedagógusokat, valamint az Agyva Banda és a Tarsoly zenekar is emelte az est fényét. Dr. Szőke Anna, a Vajdasági Egyesület képviselője mesélt az elmúlt nap élményeiről. 27-en vagyunk, és ez egy régi kapcsolat már a Néphagyományőrző Óvoda Pedagógusok Egyesületével. Úgymond szinte az elejétől mi részt veszünk. Nálunk is létezik hasonló rendezvény, és 2 éve mi láttuk őket vendégül. Nekünk minden nagyon csoda, amit itt kapunk, nem csak Turán, hanem Magyarországon is. Azért, mert mi azért egy kicsit zárt területen élünk, nem vagyunk tagjai még az Uniónak, és nehezen tudunk mozogni. Tura számomra egy nagyon nagy élmény, jártam már itt, és azért is törekedtem arra, hogy nem szabad kihagyni. Hihetetlen a kolléganőknek a fáradozása, a szorgalma, már gondolom a turaiaké, amit megtettek azért, hogy
mindent megmutassanak nekünk. Az est folyamán népi színelőadást adtak elő a vendéglátó pedagógusok, majd a zsinnyegők tánca következett, amit az óvónénik tánca követett. Na, az a gyűjté csupa haj, de jó kedved van! Ha mit szolgáltál? Fiam. Kocsmárosni bort. Jó, ez a beszéd. Gyere, fiam. Terülj, terülj, asztalka. Hát ez tényleg az én asztalom. Pista kóbász. Együnk. Ez meg tényleg az én fiam. A Jászszent Lászlói Egyesület képviselője a Bács-Kiskun megyei szervezetről mesélt. 2003 óta tagjai vagyunk az Országos Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének, és például Jászszent Lászlón már két alkalommal rendeztünk hasonló jellegű találkozót, mint amit ma Turán láttunk. Természetesen ez újszerű volt, hiszen Magyarország más tájegységének teljesen más részét ismertük meg, és a más népi hagyományokat. Csodálatos dolgokkal találkoztunk, és ami nagyon csodálatos volt a mai napban, a városnak, az óvoda dolgozóinak, a szülőknek az összefogása, ez mindenképpen nagyon csodálatos volt, felejthetetlen napot nyújtottak a számunkra. A program összeállítása kinek a feladata volt? Több sincs óvoda kapta meg ezt a jogot és ezt a megtiszteltetést, hogy itt az óvodában szervezzük, és összehangoltuk a munkát Fauszné Erikával, Barnuszki Bettivel, de a szakmai részt azt mi vettük itt az óvodában kézbe, és a munkatársaimmal állítottuk össze a programot. Nagyon gyönyörű turai babákkal vártuk a vendégeket, már akkor élt minket az első öröm, nagyon nagy öröm, hogy milyen boldogságot, milyen mosolyt csalt a vendégek arcára, amikor meglátták a 260 turai babát, népviseletbe öltözött turai babát. A legizgalmasabb rész az óvodai rész volt számomra, hiszen a gyerekek gyerekként viselkednek, és nem betanított műsort szerettünk volna, hanem életszerűen megmutatni egy kis szeletét annak, amit mi néphagyományéltetés címén gondolunk. Izgalommal várjuk az értékelőlapok eredményét is, ugyanis minden résztvevő az egyesület részéről egy értékelőlapot kapott, ami valamennyi eseményét értékeli, a szervezést és valamennyi mozdulatát a rendezvénynek. Várjuk az eredményét. Fauszné Erika is, az egyesület elnöke, Barnuszki Betti fogja értékelni. Köszönettel tartozunk az egyesületnek először is, hogy megtisztelt bennünket ezzel, hogy itt Turán vendégül láthatunk ennyi kedves óvónénit.
köszönettel tartozok a kollégáimnak, akik étnappal látéve dolgoztak, túlzás nélkül azért, hogy minden a helyére kerüljön a kellő időpontig. A szülőknek, akik akár a mai napon részt vettek ennek a rendezvénynek a lebonyolításában, akár a többi gyerek szülője, aki izgalommal készült erre a napra, és várták az eseményt az óvodában. Polgármester úrnak, az önkormányzatnak, akik támogatták, nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a Demény étteremnek, akikkel rendkívül összehangolt munkával biztosítottuk azt, hogy kellő időben lebonyolódjanak az étkezések, hiszen ez nagyon fontos volt a rendezvény hangulata szempontjából. Az eseményekben, értékekben és hagyományőrzésben gazdag szakmai találkozót a közel 300 résztvevő számára a késő esti órákban jó hangulatú táncház zárt a Turán, a Demény étteremben. Szombaton, április 25-én Gödöllőn tartották meg az Egyesület közgyűlését, ahol értékelték a kétnapos szakmai és kulturális rendezvényt.